2018-ban, mint minden évben, New Yorkban megrendezik a Metropolitan Múzeumban az év egyik legfontosabb divat bemutatóját. Nézzük meg, hogy mi az, amit írnak erről online, csak hogy mindenki tudja, hogy mi is az, amiről szó van pontosan. Highsnobiety.com a legfontosabb esemény a divat világban, az év legfontosabb eseménye a divat világában, csak is kizárólag meghívás alapján lehet bekerülni erre az eseményre. Ha jól emlékszem, akkor olyan 250 ezer dollár egy jegy, és ez természetesen szponzorálja minden egyes résztvevőnek a személyes szponzora. Aki ismerős, különösen a zene, a divat világából az jelen van, de meg fogom mutatni a képeket. Ami érdekessé tette az idei gálát, szerintem az az, a témája, minden évben különböző témában rendezik ezt meg, és ebben az évben az égitestek volt a téma, égitestek, és az alcíme az volt, hogy a divat és a katolikus képzelet. Ezért szerettem volna megmutatni mindenkinek, hogy mi az, ami ott történt. Ez egyébként Donald Glover-nek a ruhája. Szerintem mindenki felismeri a jól látható szimbólumot a hátán. Ezt a gálát is azért akartam megmutatni, mint ahogyan amiért Donald Trumpról beszéltünk mostanában, hogy mindenki megpróbálja megérteni azt, hogy hol tartunk időben. Szerintem ez valahogy úgy tűnik, hogy a legtöbb embernek nehezére esik. Olyan dolgok történnek, amik egyszerűen nem utalhatnak másra, mint arra, hogy ez az egész, amit mi látunk most, ez a végkifejlete egy dolognak. Annyira előtérbe került már maga az okkult, aminek ugye a maga jelentése az okkultnak az, hogy titkos, de már ez már egyáltalán nem titkos, hanem ez teljesen az orrunk előtt játszódik le. Ez egyébként maga a gála helyszíne, amit itt láthatok, ez az egyik szoba berendezve. Azt akartam megmutatni, hogy középen látható a Caduceus. De egyébként ennél sokkal, sokkal mélyebbre ható majd az, amit láthatunk a gálán. Különösen a ruhák szerintem elképesztőek, de ez a Caduceus, amit itt láthatok középen. Ugye maga az összes szimbólum érdekes, a kereszttel, meg persze minden más, ami látható, de én erre figyeltem fel, gondoltam, megmutatom mindenkinek. Ez a kereskedelmi ősi szimbólum, amelyet Hermésszel, a görög mitológia istenével azonosítottak. Ez maga a Caduceus, a két kígyó felkúszik a boton. Egyébként, hogyha érti mindenki azt, hogy mi is az, amit tulajdonképpen csinál az elit, akkor átláthatják azt, hogy a két kígyó reprezentálja a két faj, ugye a spirituális és az emberi fajnak a DNS-ét, ahogyan egybefonódik a történelem során. Ez maga a szimbólum jelentése az, hogy ők miről beszélnek, az egy másik kérdés, de ugyanez volt a például a világkereskedelmi központ elleni támadásnak a szimbolikája szintén, hogy a kettőből egy lett. Az egyik a földi életformát reprezentálja, a másik a spirituális, és a kettőből lett, ugye most van egy torony azoknak a helyén. A szimbólum jelentése egyébként az orvoslás szimbóluma, ugye manapság azonban elsősorban az alkímia és a hermetikus asztrológia elvei nyomán, amely a bolygókat, csillagokat gyógyerőként használta és a betegségek leküzdésében játszott szerepet. Ez a Crucius jelentés, illetve ezt szimbolizálja. És gyakran összekeverik Asklepios botjával. Asklepios botja ez a másik, amin csak egy kígyó van. Caduceus a kereskedelem megjelenítője történelmileg a két asztrológiai jel egymástól teljesen eltérő tartalommal bír. Az alkímia és a csillagászat elvei alapján néha a Caduceus egybefonódó kígyó alakjait a DNS dupla hélixéhez is hasonlíthatjuk. Időszámításunk előtt 2600-ig a korai Mezopotámiában nyúlik vissza. Gyakorlatilag egy idős az emberiséggel. Kérdés az, hogy vajon miért használják egy katolikus jellegű rendezvényen. A helyszín az maga, ugye ez a Metropolitan Museum of Art, ami gyakorlatilag annyit tesz, mint egy művészeti múzeum. Ez New Yorkban található. És amint azt mondtam már korábban, ez az év legfontosabb divat eseménye. Ebben az évben
pedig a katolikus képzelet, illetve a divat kapcsolatát próbálták bemutatni, és a rendezvény címe az volt, hogy égitestek. Ennek megfelelően öltözködtek egyébként az emberek, meg fogjuk nézni majd. Itt az egyik szobáról beszél, amit Wersham Rockefeller öltöző szobának hívnak. Gondolom mindenki érti, hogy mi is az, amiről szó van. Különböző videókat lehet megnézni arról, ahogyan az emberek ott megjelentek, különösen a nőkről van szó, egyébként, mint mindig, valami oknál fogva. De nézzünk meg néhány ruhát. Mindenkit nem ismerek sajnos, úgyhogy elnézést kérek, de azt tartsa mindenki észben, hogy mi volt a témája ennek az egész rendezvénynek, ugye égitestek és a divat, illetve a katolikus képzeletnek az egybefonódása. Ennek megfelelően néztek ki egyébként a ruhák. Mi majd a vége fele meg fogjuk nézni azt is, hogy mi az, amit a katolikus egyház ezzel kapcsolatban gondol, de illetve hát az, akik részt vettek ezen a rendezvényen. De nézzünk meg néhány ruhát. Az érdekesség az, ez ugye Sarah Jessica Parker, nem tudom kivel. Szerintem, mint mindenhol máshol a világon, észrevehető egyetemen az, ahogyan elmosódik a határvonal a különböző idézőjelbe vett kultúrák között. Ez egy nagyszerű példája annak, ahogyan a katolikus vallás, ami gyakorlatilag magába foglalja a kereszténységet is, hogyan vegyül el a világban. A céljuk egyértelműen az, hogy az egész világ egy nagy kultúra legyen szerintük, úgy, mint Babilon volt a régi időkben. Ez az, amit csinálnak. És azáltal, hogy a társadalomnak, illetve hát a társadalom életének az különböző helyszíneit, úgy, mint a divat, vagy a zene, a filmek, a tudomány, a politika, szépen lassan egy közös nevezőre hozzá. De ez különösen megdöbbentő szerintem, ami itt történt, mert egy nagyszerű példája annak, hogy hogyan is imádja a világ magát, szexualitást, és azon belül is a nőt. Hogy hogyan is tudat alatt az egész világ gyakorlatilag e körül forog. A szexualitás, és különösen azon belül is a nő. És ez mindenki számára világos, ezt meg fogunk nézni néhány ruhát, ahol a nőket látjuk, mint például ez azt hiszem, hogy Solange Knowles, aki Beyoncé-nak a testvére. Ugye a jól ismert Glóriával a feje körül félmeztelenül gyakorlatilag. Azt akarom kihozni belőle, hogy tudat alatt ezek az emberek, akik ezt a világot irányítják és uralják, ez egyébként Nicki Minaj, megmutatom, hogy mi az, amit ő nyilatkozott ezzel a gálával kapcsolatban. Amit mondani akarok az az, hogy tudat alatt a világ teljes mértékben átadta magát ennek a primitív érzésnek, amit úgy ismer, mint szerelem. Ez egyértelműen kiderül ezen a gálán is abból, ami itt történt. De már egyet tovább is léptünk a szerelemtől, és most már igazából semmi más nem számít, a testiség, illetve a szexualitás. Az emberek bár nem értik meg ezt szerintem, a legtöbben nem fogják fel, hogy mi az, amiben részt vesznek. Tetszik vagy sem, az élet maga e körül forog. És nagyszerűen tükrözi az, hogy így néz ki egy gála, ahol a katolikus képzelet és a divat összefonódásáról van szó. Ahol így öltöznek az emberek, és a világ még mindig nem érti azt, amiről szó van. A kezdeti probléma, amit, hogyha valaki érti, hogy mi az, amit az írásokban olvas, akkor a legelső probléma az emberiség életében az volt, amit 1 Mózes 6 leír, amikor a Elohim fiai és az ember lányai kapcsolatot teremtettek. Ez végigvonul a történelmen. Folyamatosan az összes pogány kultúra, elkezdve Babilontól napjainkban az amerikai, az angol szász gyarmatbirodalom, a kereszténység, a római birodalom, minden e körül forog. Innen indult a probléma, a spirituális lények kapcsolatot teremtettek az emberek lányaival, akik a nők, és ebből született egy bukott úgynevezett angyal csoport, aki az emberiséggel együttműködve megpróbálja a tudatlan tömegeket félrevezetni óriási sikerre. Azért forog minden a nő körül, mert ez okozta a problémát. Az a fajta idézőjelbe tett
szeretet, amit ők éreztek, az a bujaság tulajdonképpen végigvonul az egész történelmen. Mindenki, aki ebben részt vesz valamilyen formában, az ezt a szellemiséget szolgálja. Ez a gála ezt hivatott ünnepelni. A katolikus egyház ezt csinálja. Ugyanúgy, ahogy a kereszténység, csak egy másik formában. De a katolikus egyház az egyértelműen ennek a hivatalos intézményrendszere, ennek a nő imádatnak, ahol a nő van középponti szerepben, hiszen a világon még mindig ugyanazok az erők uralkodnak, amik a kezdetektől fogva uralkodtak. Még hova kell ennél több bizonyíték valakinek? Ha végignézi valaki a képeket, hogy hogyan voltak felöltözve a nők, és hogy mit mond Nicki Minaj, de nézzük meg, hogy mit mond. Ez ugye egy vele készült interjú. Elnézést, tehát ő így van felöltözve, szóval ezzel nem tudok mit csinálni. Minaj, darling, you looking fabulous. First of all, tell me about this look, the pressure of the Met Gala. The look is Oscar de la Renta, so I'm very excited. And you know, it's all about, you know, being the bad guy. Amiről beszél, az ugye elmondja, hogy ki a divattervező, akiről fogalmam sincs, a riporter azt mondja, hogy nagyszerűen néz ki. Amit ő mond az az, hogy ez az egész arról szól, hogy megtestesítse a rossz fiú, a rosszat. Azt mondja, hogy bad guy, az rossz fiú, de igazából, ha rossz lány, teljesen mindegy. Ez erről szól, amit ő képvisel, hogy megtestesítse a rosszat. I'm the bad guy, bitch. Azt mondja, hogy ő a rossz, itt ma. I'm dressed as the devil. Azt mondja, hogy ő úgy öltözik, mint az ördög. Ő az ördögnek öltözött be. Being the bad guy. I'm the bad guy, bitch. So I'm dressed as the devil. Ő az ördögnek öltözött be ezen a gálán, ami a katolikus képzelet, illetve a divat egybefonódását hivatott ünnepelni. Nicki Minaj, bring in China. Ez az egész, nem csak ez, nem csak a divat, a zene, a film, mind ünnepli ezt az erkölcstelen magatartást. És a borzasztó az egészben az, hogy nők milliói tekintenek úgy ezekre a karakterekre, mint valamilyen formában követendő mintára. És mondom, most túl azon, hogy mindig a nőkről van szó, de egy dolgot meg kell értenie mindenkinek. Majd ha meglátja, hogy hogy vannak felöltözve a férfiak. A férfi gyakorlatilag háttérben van szorítva ebben az egészben. Fel kell dolgoznia mindenkinek azt, hogy ez a viselkedés forma lerombolja a világot. A paráznaság, az erkölcstelen magatartás, a szexualitás megfertőzi a földet, és magára von egy büntetést. Minél jobban részt vesz benne az emberiség, annál hamarabb jön el, és annál súlyosabb lesz a büntetés. Odáig jutottunk, hogy a katolikus egyház és a katolikus képzelet és a divat összefonódásából ez lett. Itt tart a világ ma. Akkor ez nem tűnik fel valakinek, hogy lehet, hogy a probléma súlyosabb, mint hogy ez mindig is így volt? Én nem hiszem, én magam nem láttam még ilyet, úgy értve, hogy ez mindig is így lett volna, mint amiről szó volt kedden, vagy amiről szó volt múlt hét kedden, vagy amiről állandóan szó van, ezek a dolgok nem voltak mindig így. A világ nyíltan imádja ezt a primitív érzést, és a tudatlanságában a legtöbb ember részes ennek. Ünneplik ezt a fajta magatartást. És ezek nyíltan vállalják, hogy ő az ördögnek öltözik be ezen a műsoron. Számomra csak az a megdöbbentő, hogy nem látja a világ azt, hogy ezek a démonok hogyan kommunikálnak embereken keresztül. Ha valaki ezt nem érti, vagy nem fogta még fel, nem dolgozta fel, hogy mi az, ami történik, ezek az emberek, mint az avatárként szolgálnak spirituális lényeknek, akik aztán ő rajtuk keresztül különböző cselekedeteket hajtanak végre, mint ez itt most például. Sőt, a probléma az, hogy nem csak ő az, aki így viselkedik, hanem átterjed ez a gondolkodás most más emberekre, akik ezzel szimpatizálnak. És aki ezt nézi, és aki egyetért vele, amiről ez beszél, az mind ennek a hatása alá fog kerülni. Hiszen beleegyezik abba, hogy ez a spirituális érzés, ez a lény átvegye a hatalmat fölötte. Hiszen egyetért azzal, amit mond. Az, hogy effektíve prostituáltnak vannak öltözve,
Úgy is viselkednek, úgy is vannak kisminkelve. Minden arra az egy dologra van kihegyezve, hogy ezt a fajta magatartást reklámozza és terjessze a világon. És az a helyzet, hogy szerintem tökére van fejlesztve az egész, hiszen ezek az emberek gazdagok, ezek az emberek nagyszerűen mutatnak ezekben a ruhákban, tehetségesek valamilyen szinten, az egész világ őket figyeli, így ez, és ezt a magatartást terjesztik el a világon. És ez senkinek nem tűnik fel, legalábbis úgy tűnik, hogy ez nem, a legtöbb embernek ez nem szúr szemet, hogy mi az, ami történik a szem elő. Az, hogy 40-50 éves nők még mi az egész életét arra szánta, hogy ezt az elköstelen magatartást a világon terjessze, és még most is ezt csinálja. Úgy, hogy így van felöltözve, és rajta van a kereszt a ruháján. Én tisztában vagyok azzal, hogy a kereszt egy pogány szimbólum. De a világ túlnyomó többsége számára a kereszt ez egy fontos dolog, hiszen az emberek tudatlanok. Melyik az a pont, én azon töprengek, hogy melyik az a pont, amikor az emberiségnek fel fog tűnni, hogy mi is az, ami zajlik a szem előtt. Hiszen erre már azt sem lehet mondani, hogy ez egy ilyen titkos folyamat, hogy ezt annyira elrejtették volna, hát ehhez nagyítóval kell nézni, hogy az ember meg tudja fejteni, hogy mi az, amit csinálna. Angyaloknak vannak öltözve, különböző egyházi személyeknek, meg karaktereknek, majd meg fogjuk látni, hogy még mi más van. Áhítattal nézi a világ túlnyomó többsége, megbabonázva figyeli azt, ami van. Nem értvén, hogy mi az, amiben részt vesz. A kezdetek... Én emlékszem még, mikor általános iskolában, hogy mit tudom, mikor tanultunk a Willendorfi Vénusz, hogy melyik volt az a kis dagadt nő, hogy az egy termékenységi szimbólum. Hogyha lenne történelem valójában, és lenne időnk, 2000 év múlva ugyanezt mondanák, hogy ez a primitív, azok ugyanezt csinálták a maguk primitív módján. Faloszokat rajzoltak, meg szobrokat alakítottak ki, amik úgy néztek ki, meg obeliszkeket, meg templomtornyokat, meg a női nemi szervet ábrázolták különböző formában, meg a szexualitást, ez az, ami körül az életük forgott. Ugyanezt csináljuk mi is, és azt gondoljuk, hogy mi milyen fejlettek vagyunk, csak azért, mert ezek a prostituáltak jobban néznek ki, több pénzük van, meg jobban ki tudják fejezni magukat. A többi idiótáról nem is beszélve, akik ott százával fényképezik, akik ebből élnek, hogy ezt a szemetet terjesztik el a világban. Nagyszerűen látható az, hogy hol van a férfi és hogy van a nő. A férfi gyakorlatilag nem látszik, hiszen a férfinak nincs szerepe, a férfira nincs szükség. Azok a spirituális lények, amik a világot irányítják, nem törődnek vele, ezért van a férfi teljes mértékben háttérbe szorítva. Az egész a nő körül forog. Ami engem nem érdekel, vagy hogy mondjam, abszolút nem érdekel az egész, csak mondom, hogy ez a helyzet. Ha valaki nem látja, nekem az is mindegy, de a helyzeten nem változtat. Ugyanaz a termékenységi rituális zajlik le a szemünk előtt itt, mint ami a Willendorfi Vénusz volt, mit tudom én hány ezer évvel ezelőtt, ahogy mondják. És akkor arról van szó, hogy ezek a primitív emberek még ilyen dagi nőket csináltak, mert ők ilyen primitívek voltak. Mi ilyen primitívek vagyunk, hogy ezt a prostituáltat nézzük 30 éve, aki az egész életét annak szentelte, hogy leromboljon mindent, ami egy nőben értékes lehetett volna. És ő most egy koronát visel, megjelenik úgy ezen a gálán, hogy az emberek még mindig arra kíváncsiak, hogy ő mit mond. És azt mondta, talán meg fogom keresni azt az interjút, hogyha nem felejtem el, hogy all the world is a stage. Amit már annyiszor megmutattam, hogy színház az egész világ. És az embereknek nem esik le. Egy egész életet szentelt ennek a magatartás formának, és annak, hogy leromboljon mindent, ami érték egy emberben vagy egy nőben. És ő egy világsztár. Őnek is nincs jobb dolga már 60 évesen, mint hogy bohócnak öltözzön. Tovább folytassa azt, amivel eltöltött az egész életét. Hogy a szexualitást reklámozza, meg a szingli életformát, ugyanazt a munkát folytassa tulajdonképpen, mint az összes többi. Hiszen el sem tudom képzelni, hogy hány millió nő van
aki példaképnek tekinti ezt az idiótát a Sex és New York sorozatba. Meg a többi féleszűt, aki abba dolgozik, vagy abba szerepelt, vagy mit csinált. És ő még mindig itt van, és ezt csinálja. Itt van a következő, de vége hossza nincs. Ugyanazt a primitív magatartás formát ismételgetjük és csináljuk, mint amit végestelen végig csinált az emberiség a történelem során, mert mindig ugyanaz a szellemiség irányította a világot. Mi azt gondoljuk, hogy fejlettebbek vagyunk, csak azért, mert technológiailag előrébb haladott, meg kifinomultabb az egész, de igazából ugyanazon a primitív szinten megrekedtünk, ahol az emberek többségének fogalma nincs arról, hogy melyik rendezvényen van. Az emberek többsége beéri azzal, hogy ezeket a féleszűeket nézi naphosszat, és arról beszél, hogy milyen nagyszerű élete lehet ennek az idiótának, azért, mert ő mesztelenül meg tud jelenni a nyilvánosság előtt, és ő ettől egy sztár lesz, meg példakép. Ja, hát mindezt úgy, hogy ez a divat és a katolikus képzeletnek az összefonódása. Itt van a következő. 2018-ban itt tartunk, hogy ez a Sixtusi kápolnának a mennyezetéről van rajta a különböző festmények. Úgyhogy ez a szerencsétlen is még mindig tinédzser, és már ezt kell, hogy csinálja. És hát ezt csinálja. Az meg, hogy rengeteget hallok arról, hogy az elmekontroll, meg hogy ezek az emberek így vannak programozva, mit tudom én. Én nem vagyok benne biztos, hogy az embert programozni kell azért, hogy ilyen legyen. Hogy valakit gyerekkorától kezdve programozni kell, hogy ilyen legyen. Hát én biztos vagyok benne, hogy a mai fiataloknak egy nagy százaléka kezét lábát odaadná, hogy ő álljon itt ezeknek a helyébe. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez olyan nagy programozásra van szükség. Az biztos, hogy minket programoznak mindennel, mint például ezzel, de hogy ja, hát itt vannak a férfiak, ha már. Én ezért mondtam, hogy két külön dimenzióban mozog az egész. A nő gyakorlatilag a prostituáltnak a prototípusa. A férfi, ezt nehéz megfogalmazni, hogy abból mi lett, de ez egy átmenet valahol egy tinédzser fiú és egy nő között. Ez az egész, ahogy viselkednek az is, de ahogy fel vannak öltözve az is. Ez az egyik ilyen szerencsétlen. Ez Pharrell, szerintem őt mindenki ismeri. És úgy, hogy mindezt mindenki lóg a kereszt itt-ott, amott. Őt nem ismerem, de hát ezt gondolom magáért beszél, amiről itt szó van. Ez se. Úgyhogy a különbséget nem hiszem, hogy olyan nehéz észrevenni bárkinek, aki ezt az egészet feldolgozza. Ezt nem tudtam eldönteni, hogy ez mi ez a dolog, de ő vagy férfi, vagy nő, teljesen mindegy. Úgy jelenik meg ezen a keresztény gálán, hogy ennek az LGBT csoportnak a zászlója van rajta. Nehéz igazából szavakat találni erre. Ez ugyanaz a karakter, aki a piramissal meg a szemmel volt az elején. Mondom, a jövő héten megbeszéljük, amiről ő beszélt. Mi gyorsan megmutatom a férfiakat, csak hogy mindenki lássa a kontrasztot, hogy hol tart a világ ma. Mi az elképzelése? Mi az a kép, amit ki akarnak alakítani bennünk egy férfiról és egy nőről? Ez Lewis Hamilton, az autóversenyző. Talán ő az egyetlen, akit láttam, aki épkézláb módon fel volt öltözve úgy nagyjából. Ez valami bohóc csapat, nem tudom mik ezek. Valami zenészek biztos, ha a zenének lehet nevezni. Ez egy komplett idióta. Nem tudom, hogy ez mi vagy ki. Nem is tudom. Megmutatom Natalie Portmannek ezt a kis rövid rap dalát is, mert úgy gondolom, hogy egyszerűen elképesztő az, ahol tartunk. Lehet, hogy csak számomra ennyire egyértelmű, hogy mi az, amit csinálnak, de nagyon remélem, hogy azért vannak mások is, akik értik ezt, hogy mi is ez. Elképesztő, hogy hogyan megy az embereknek a degradálása és a pusztítása minden fronton. És a megdöbbentő az, hogy biztos vagyok benne, hogy már odáig süllyedtünk, hogy majd ha megnézzük ezt a videót Natalie Portmannál, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy végre egy női rapper, hogy a nő is tudja csinálni, és hogy milyen nagyszerű, hogy ugyanúgy, mint a férfi. Pontosan ez a probléma.
Ez az, amit el akarnak érni. Ez etonline.com, és arról beszélnek, hogy Nicki Minaj azt mondja, hogy ő az ördögnek öltözött be a 2018-as Met Gálán. Az év legfontosabb divat eseményén ő az ördögnek öltözött be. Ez úgy tűnt, hogy ez a legjobb, hogy neki a rossz fiúnak kell lennie ezen a rendezvényen. És ők azok, akiket a világ ünnepel. Az emberek egy része természetesen a sértőnek találta ezt az egészet, hogy a katolikus téma volt tulajdonképpen porondon, és ilyen formában jelent ez meg. Mondjuk ezen nem is csodálkozom, hogy ez így van. Ez egyébként Jeanne d'Arc, őt reprezentálja. Itt valahol van az, amit mondott. Egyébként Timothy Dolan volt az a kardinális, akiről szó van. Ugye azon töprenkedett az ember, hogy mit csinál egy kardinális. Nem tudom, hogy a bishop mi püspök, azt hiszem New York püspöke itt egy ilyen fesztiválon. És azt mondja, hogy ő is ugyanezt kérdezte, amikor meghívták néhány hónappal ezelőtt, hogy vajon mi keresni valója lesz neki itt. És utána azt mondja, hogy csak gondolkozzunk el egy pillanatra. Mondom, ez nem tudom, hogy van-e róla kép, de ja, itt van. Ő az. Pontosan ezen a rendezvényen ő itt beszél a közönséghez látható Timothy Dolan. Szóval azt mondja, hogy csak gondolkodjunk el egy pillanatra. Ez az egész, mármint az, hogy az egyház, illetve a katolikus képzelet ennek a kiállításnak a témája három dologról szól. Maga ez a kiállítás három dologról szól. A katolikus egyház és a képzelete három dologról szól. Ez az igazság, a jóság és a szépség. Mi? Ez az oka annak, mi a művészet, a kultúra, a zene, az irodalom és a divat támogatói is vagyunk, illetve ebben ők részt szeretnének venni, a katolikus egyház. A művészet, a kultúra, a zene, az irodalom és a divat. Ők, ez az, amit ők művészetnek tartanak, vagy kultúrának, mert ugye a divat az a kultúra része. És ők, mint a katolikus egyház, ezt a dolgot támogatják. És a világ nem érti, hogy mi az, amiről szó van még mindig. Ezt a gálát egyébként a keleti part Oscarjának is hívják, szóval az esemény az igen fontos a divatban és úgy általában, amit kultúrának neveznek ők, ugye. Szóval azt akartam ebből kihozni, igazság szerint azért akartam ezt megmutatni mindenkinek, hogy hát ha ettől leesik valakinek, hol is tartunk időben, mi is az, ami történik a világban, hogy ez nyíltan ez működik, és de nem tudom, hogy ez segít-e bárkinek is, mert úgy tűnik, hogy a legtöbb ember az teljesen egy másik dimenzióban van, és fogalma sincs, hogy mi az, amiben részt vesz, milyen rendezvény. Úgy gondolja a legtöbb ember, hogy minden mindegy, és amikor ezt látják, akkor ez csak megerősíti ezt bennük. Egyébként azt mondta a kardinális, hogy a katolikus képzelet az dicsőíti az igazságot, a jóságot és a szépséget. A katolikus képzeletben az igazság, a jóság és a szépségnek megvan a neve, és ez Jézus Krisztus, aki megmutatta magát úgy, mint az út, az igazság és az élet. A katolikus képzeletben az igazság, a jóság és a szépség, Isten igazsága, jósága és szépsége mindenhol tükröződik, illetve látható. Még a divatban is. Isten igazsága, jósága és szépsége tükröződik még a divatban is. Ezt mondta a kardinális. Számára tükröződik itt Jézus Krisztus, illetve Isten igazsága. Az egész világ, ezt még mindig idézett tőle, az egész világ az ő dicsőségével van tele. És ezt akkor mondta, mikor megköszönte a szervezőknek ezt az eseményt, és
a Vatikánnak ezt a történelmi együttműködést. Számára ez egy pozitív dolog volt. És úgy, hogy a Vatikán együttműködött ezekkel az emberekkel annak érdekében, hogy megszervezze ezt az eseményt, ahol ilyen karakterek szerepeltek meg, ahol ez volt a téma. De ez csak egy adalék szerintem a sokhoz, akinek van szeme, úgyis meg fogja érteni. A többinek meg úgyis mindegy, mert az meg úgyse fogja megérteni. Most így végezetül Natalie Portman rap videóját. Mondjuk ezt úgy, hogyha valaki nem érti, úgy lehet, hogy nem is lesz annyira. Igazából nem nagyon hangzik el benne olyan szó, amit meg tudnék itt most ismételni, de szerintem elegendő lesz maga az, amit lát az ember. Azt akarom mondani, hogy így összefoglalván ezt az egész dolgot, meg úgy mindent, amit elmondtam már mostanában sokszor azzal kapcsolatban, hogy mi történik a világban. Én nem hibáztatom a nőket vagy a férfiakat, én nem veszek részt ebben, szóval nekem mindegy, hogy mit csinálnak. Nem azért mondom, amit mondok, mert én haragszom rájuk. Engem nem érdekel, amit csinálnak. Csak szeretném, hogyha minél többen felfognák azt, hogy mi is a jelentősége annak, amiben részt vesznek tudatlanságukban. Azok, akik akár melyik részén vannak a spektrumnak, vagy kedvelik, megtűrik, támogatják, szeretik, imádják, teljesen mindegy. Aki ebben részt vesz, aki ezt pozitívnak látja, az el van tévedve, az egy nagyon szomorú hely felé halad. Én csak ezt szeretném, hogyha megértenék azok, akiket Yahuwah hív magához, akiket az Atya hív magához, azok felfognák ezt. Én nem akarom megváltoztatni a világot, nem akarom ezeket megmenteni, ezeket az embereket, én csak az információt akarom eljutatni a lehető legtöbb emberhez. Én nem utálom őket, én nem haragszom rá. Utálom azt, amit képviselnek, azt a szellemiséget, de az embereket nem, hiszen tudom, hogy meg vannak vezetve ugyanúgy, ahogy én voltam, meg ahogy mindannyian voltunk egy időben. És eljutottunk arra a szintre, hogy a katolikus egyház ezt nyíltan támogatja, ebben részt vesz, ezt egy hasznos, pozitív dolognak állítja be úgy, hogy azt mondják, hogy ez Istent, illetve Jézus Krisztust reprezentálja úgy, mint az igazság, a jóság és a szépség. Még akkor is, ha én abszolút nem értek egyet azzal, amit a katolikus egyház képvisel, de azt akarom mondani, hogy eljutottunk arra a pontra, ahol úgy képzelem, mint a pogány Babilon lehetett akkor, amikor csúcsán volt az egész birodalom. Mikor az erkölcstelenség, a teljes tudatlanság, ez a primitív magatartás forma áthatotta az egész társadalmat. A tudatlanság milliárdokat fog eltörölni a föld színéről. Mindenki, aki részt vesz ebben, aki a széles úton jár, mindenki ugyanoda megy, ahova ezek az emberek. Ideig óráig van türelem, ideig óráig működnek a dolgok, most az, hogy ez több száz évig tart, az csak azért van, mert a teremtőnek másképp telik az idő. Neki ez néhány pillanat, azt visz lát. Nekünk ez úgy tűnik, hogy egy örökké valóság, hogy ez mindig is így volt, mindig is így lesz. Mi eljutottunk egy olyan szintre, ahol gyakorlatilag mesztelenek az emberek nyilvánosan. És mi ezt ünnepeljük, megpróbáljuk találni egy ilyen képet. Hogyha a háttérben látja azt a nőt, hogyha látjátok, effektíve az emberek nyilvánosan mesztelenek. A férfi nőnek van öltözve, a nő férfinak van öltözve, sőt, a nő férfivá operáltatja magát, a gyereket, mindent. Semmi nem számít. Olyan szintre süllyedtünk, hogy ami még a primitívben is egy olyan fokozat, ami elismerést érdemel. Biztos vagyok benne, hogy a korábbi társadalmak is eljutottak erre a szintre, de ez egy érdekes dolog abban a korszakban élni, mikor mi látjuk a mélypontját az emberi kultúrának, úgymond. Azt, amikor az a fajta dekadencia, tudatlanság,
Ez az egész primitív szellemiség mindenkit magával ragad és megbabonáz. És hogyha még mindig nem esett le valakinek, hogy az Amerikai Egyesült Államok a modern Babilon, akkor egy-egy ilyen esemény szerintem egyértelművé kellene, hogy tegye. Nézzük meg ezt a félkegyelműt, hogy milyen produkciót hajt végre. Szerintem ami a legérdekesebb az egészben, az az, ahogyan mondtam már, a nő teljes és totális offenzíva alatt van, ugyanúgy, ahogy a férfi, csak két má csak más, old más, más oldalról és más fele vannak szorítva. Ez egy iskola példája annak, hogy hogyan manipulálják a nőket abba az irányba, hogy férfiasabbak legyenek, és a férfiakat abba az irányba, hogy nőiesebbek legyenek, teszik ezt egy-két perces videoklippel. Nagyszerűen, szerintem. Tényleg nagyszerű munka. Mármint olyan értelemben, hogy ha propagandáról van szó, és manipulálásról, akkor ez tökéletesen sikerült ez az egész. Arról volt szó, hogy mikor a múltkor itt volt, akkor a dolgok kicsit elszabadultak, és kicsit elszabadultak. A férjeddel szexuális kapcsolatot létesítek, és az ő barátjával fog meg egy mű férfi nemi szervet, és egy bicskát, de tovább nem is fordítom, csak azt akarom, hogy mindenki, csak gondolja bele mindenki, hogy ez a nő, akit most néznek, ez egy családanya, egy filmsztár, aki millióknak a példaképe, hiszen sikeres, és a gyermekét is fel tudja nevelni, emellett ő zsidó. Úgy értem, hogy ő a judaizmust képviseli. Szóval ez az, ahol tartunk most, hogy ő a szex, az alkohol, a drog, ez a trágárság, ez a primitív viselkedés, mind-mind, ezt ő mind-mind képviseli. Ezt akarja, ezt mutatja be azoknak, akik az ő rajongói, de nem csak azoknak, hanem mindazoknak, akik felnéznek ezekre a filmsztárokra. Itt van mindenkinek a példaképe, az egyik, Natalie Portman. Itt egy másik csapat. Tudom, hogy durva, amiről szó van, de csak azt akarom bemutatni, hogy ez megy a világban közben. Én ezt láttam egyébként, ezt a videoklipet megnéztem valahogy, nem tudom, hogy miért, de megnéztem. Ebben a videoklipben Chris Brown és ez a félkegyelmű, nem tudom ki ez az idióta, ez a bohóc, aki itt van középen, ő egy rapper, akinek a neve az, hogy Lil Dicky. Mindenki le tudja ellenőrizni, hogy mit jelent ez angolul. Most ebben nem megyek bele. Ez a félkegyelmű egy napra testet cserél Chris Brown-nal. Az egész zene számnak a központi témája az, hogy neki a nemi szerve nagyobb lett, annak meg kisebb, mert ugye helyet cseréltek, és ez hogyan befolyásolja az ő életüket. Meg az, hogy ő annak az idiótának, az meg ennek az idiótának a szerepében van. 235 millióan nézték meg ezt a videót. 235 millió ember nézte meg, és 2,6 millió lájkot. 2,6 millió ember vette a fáradtságot arra, hogy lájkolja ezt a teljesítményt, ami arról szól, hogy ez a bohóc meg az a másik idióta szerepet cserél egy napra, és mi történik velük. Március 15 óta van fent ez a zene, azaz egy bő 2 hónapja. Illetve nem, hát 2 hónapja, ugye. 235 millió ember nézte meg ezt. Imádják az ember. Egyszerűen nem tudom nem énekelni ezt a dallamot. Ezt írja valami félkegyelmű itt. Olyan vicces. Úgyhogy itt tartunk. Ez a dolgok állása 2018 májusban. Sajnálatos, hogyha valaki nem látja, hogy hol tartunk. Meg azt is sajnálom, hogy nem tudtam ezeket így lefordítani, de már ezt egyszerűen nem lehet itt elmondani. Úgyhogy sajnos nem... Nem tudom, de ha valaki ért angolul, akkor és van 7 perc, akkor mind a két zenét meg tudja nézni, meg át tudja nézni ezt a dolgot, de ezt mindenképp be akartam mutatni. Tudom azt is, hogy egyszer erről az oldalról, aztán meg arról az oldalról ugyanoda lyukadunk ki, de ez a helyzet. Ez van a világban, itt tartunk, és nehéz elképzelni, hogy van lejjebb, de még biztos vagyok benne, hogy azért egy kicsi időnk van. Hogy mi az, ami vár az emberiségre ezek után, azt nem tudom, de
De biztos, hogy megdöbbentő lesz, hiszen ez is az, ami most van. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom! Thank you.